A Babona szerint április 12-én gyula napján érdemes elkezdeni a burgonya ültetését. Idén erre hamarabb sor került a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. Az erre szánt területek több mint háromnegyedén már a földben van a vetőkrumpli. Ezekben a napokban a szeszélyes időjárás akadályozza meg azt, hogy befejezzék a munkát. Soha nem ültettük még ilyen korán, tehát március közepén, sajnos most ez az időjárás egyáltalán nem fogja kegyeibe a burgonyát, mivel nagyon hideg van, ugye múlt héten is mínusz 5-6 fok volt, ma reggel is mínusz 1 fok volt. Hát 48 fajta burgonya van most per pillanat, de még fogunk kapni, úgy, amit ugye a héten, jövő héten szeretnénk elültetni. Hát a burgonyára visszatérve, ugye tavaly, hogy olyan jó ára volt, most valamelyes talán azt mondják a kereskedők is, hogy többen, de csak a kicsik, tehát a nagyok azok nem fognak már visszatérni, mivel ugye a gépek azok már régen tönkrementek, amikor abba hagyták ugyanak idén. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszünk a burgonyáról, hogy ebben az évben mit fog produkálni. Tavaly hatalmas kárt okozott a történelmi aszályos nyár és a hatalmas légköri meleg a burgonya ültetvényeken. Augusztinyi András azt mondta, a hektáronkénti 45-50 tonna helyett az előző szezonban a 30 tonnát sem érte el a terméshozam. A gazdálkodók abban bíznak, hogy idén kedvezőbb lesz az időjárás, de készülnek arra is, hogy a tavalyihoz hasonlóan kevés csapadék éri a földeket. Voltak olyan fajták, amik tényleg úgy jó hozták, de voltak, amik nagyon-nagyon gyengén, sőt mondhatni, hogy szinte kritikán aluli. Hát sajnos ilyen az időjárás, tápanyag utánpótlással nincs gond, úgyhogy egyedül még abban tudunk csak bízni, hogy nem lesz olyan iszonyatos kánikula. Bár a Luca naptár szerint azt mondják, hogy még április, május még úgy, hogy csapadékos lesz, de a június, július, augusztusra megint csapadék szegény mondani. Tehát nyilván nem tudják megmondani, hogy mennyi, de megint azt jósolták. Hát mi abban reménykedünk, hogy megközelítőleg sem lesz, mert hogyha egy olyan csapadékszegény év lesz az idei, mint a tavalyát, akkor az nagyon-nagyon rossz lesz. Kicsiknek, nagyoknak, minden gazdálkodónak, termőnek. Tavaly Magyarországon 144 ezer tonna étkezési burgonyát takarítottak be, miközben az éves fogyasztás meghaladja a 200 ezer tonnát, a szükséglet harmadát éppen ezért jelenleg behozatal fedezi. A belföldi burgonya ültetvények csaknem 90%-át öntözik, csapadékpótlás nélkül ugyanis a térségre jellemző homokos talajon nem is lehetne már gazdálkodni, mert a burgonya rosszul viseli a meleget és az aszályt.